Tisztelt miniszterelnök úr! Pimpintér Péter vagyok, 59 éves, a 300 ezer roppantak közül az egyik. Az lenne a tiszteleteljes kérdésem önhöz, hogy ön, aki ekkora hatalmat összpontosított a kezébe, hogy ön kezébe van az országgyűlés, az alkotmányozás, a parlamenti kétharmados többség, amely feljogosítja önt arra, hogy egymaga döntsön olyan dolgokról, amely az ország egész sorsát érinti, nagyon egyszemélyi döntés felé vezet. Én az 59 éves koromban során megéléptem egy-két dolgot, az lenne a meglátásom, hogy az ön politikája tönkreteszi egy csomó embernek a magánéletét, tönkreteszi a kis embereket, a középvállalkozókat, és egyre mélyebbre süllyed az ország anyagilag, az ország emberei anyagilag, és személyi egészségügyileg. Elment 500 000 ember az országból, jelen pillanatban 300 000 rokkant van, amelynek a visszaminősítése folyik, mert itt ugye mindenki csalóg az ember rokkantak között. Ön szerint egy rokkant ember, aki félti a nyugdíját, félti azt a kis meglévő falatját, akinek 47 000 forintból kell megélni, az hogyan tudja behoztani a lakás esélyét, hogyan tudja behoztani azt a kis pénzét, amilyen van. Az áremelkedések, a folyamatos gazdasági nehézségeket nem tudja kompenzálni, mert a nagyvállalatok, illetve a bankok azokat szépen átruházzák a kis emberekre. Úgyhogy mindig a kis embereknek terülhetik rosszra. Az ön kormányzási ideje alatt sajnos sok ember eladósodott, a lakását elárverezték, a felvett, amit nem ön intézett, de a felvett svájci bankhitel miatt kényszerlakásba költözők, vagy éppen hajléktalanok lettek. Ezek az emberek most nagy számban élnek Magyarországon. Ellátogatott-e már, nem a Kalusi kosmájában, Vértesacsán, vagy a maga táborához tartozó emberekhez, hanem menjen el Balsodabba, vagy Zemplén megyébe, menjen el, látogasson el egy ottani faluba, hogy ott hogyan élnek az emberek. Abból a kis betevőjükből, ami van, mennyi munkájuk van, mennyi pénzük van, milyen munka lehetőségük van egyáltalán. És Isten úgyse nem munkakerülők az emberek. Itt magyar ember szeret dolgozni, és munkából szeretne megélni. Nem a rokkantak azok, nem azért rokkantak, mert csalni, lopni akarnak, hanem meg csibészek, mint ahogy egyes médiákban megjelent, hanem azért, mert egészségügyileg tönkrementek az évek során. Én az 59 éves korom után kaptam az orvosoktól 1,5 évet. Ha azon belül nem tudok valamit intézni, valamit tenni az egészségem érdekében, meg fogok halni. Nincsen vagyonom, nincsen háza, nincsen telkem, nincsen kocsim. Egy lakásom van, amely jelzáróhitel van, és 3 felnőtt gyereket neveltem fel. Ezt tudom felmutatni 38-40 évi munka után. Sajnos én nem tudtam többet összeszedni. Nem loptam, nem csaltam, nem hazudtam, mert nem voltam rá képes, mint egyesek. Ezért én így szegényen fogok meghalni. Az Orbán úrnak ahhoz, hogy a lelkiismerete tiszta maradjon, és a keresztény magatartást, ami a kereszténydemokrata pártra való szövetségben van, alkalmazni tudja, a keresztényi hozzáállást is figyelembe véve szükséges lenne a kis emberek érdekeit képviselni, azokért az emberekért, akik arra szorulnak, hogy a törvény megvédje őket
és ne megalázza őket. A gazdag emberek, azok meg lesznek maguk. Azok nagyon szépen fognak fejlődni, és megtalálják azokat a kiskapukat, amelyekkel tovább tudnak boldogulni. A mostani politikának meglátásom szerint minden oldalánról az cseng ki, hogy a pénz, a harácsolás, a különféle személyi befektetések, a személyi összefonódások által szerzett pénz megszerzése a tét. Ebben nem ismernek tréfát, itt emberek sorsáról döntenek úgy, hogy azokat meg sem kérdezik. Én tiltakozom az ellen, amíg élek ebből a kis időben, hogy a politikája, amelyet ön folytat, az a szegények, a mozgássérültek, a rokkantak, a hajléktalanok és egyéb emberek ellen forduljon. És tiltakozni is fogok ez ellen. Köszönöm, hogy meghallgatott.